Zavargás tört ki New Yorkban, miután egy internetes híresség ingyen játékkonzolokat kezdett osztogatni. Több ezren próbáltak lecsapni az ajándékokra, de tömegverekedés tört ki. A rendőrök több tucat randalírozót őrizetbe vettek, és letartóztatták az influencert is. Szinte háborús állapotok uralkodtak pénteken New Yorkban. Több ezer fős tömeg csapott össze, több mint 1000 rendőrrel Manhattanben. Egyik percről a másikra jelent meg több ezer fiatal a Union Square Parknál, miután egy népszerű influencer az interneten bejelentette. Ingyen számítógépeket és játékkonzolokat fog osztogatni, köztük a legújabb PlayStation-öket. A videó futótűzként terjedt el az interneten, a bloggernek ugyanis több mint 10 millió követője van különböző oldalakon. A beígért 300 számítógépért és konzolért több ezren jelentkeztek. A fiatalok egymást taposva próbáltak közelebb kerülni a térhez, még mielőtt a blogger egyáltalán megérkezett volna. Ahogy a tömeg nőtt, úgy nőtt az elégedetlenség is, s amikor a rendőrök megpróbáltak rendet tenni, az indulatok elszabadultak. Betörtek egy építési területre, és különféle tárgyakkal, festékes vödrökkel, üvegekkel, kövekkel kezdték dobálni a rendőröket. Voltak, akik ásóval, baltával a kezükben jártak, mások tűzijátékot gyújtottak, amiket a rendőrökre és egymásra dobáltak, mondta a New York-i rendőrfőnök. A rendőrség később közölte, volt, akinél gépkarabé, másoknál kézi fegyvereket találtak. Több tucatnyian megsérültek. Egy 17 éves fiatalt az egyik tűzijáték olyan súlyosan megsebesítette, hogy kórházba kellett vinni. A java azonban ekkor még hátra volt. Egyszer csak megjelent három fekete autó, melyekben maga a blogger és az ígért ajándékok érkeztek. A tömeg valósággal megrohamozta az autókat, felmásztak a járművekre. Az influencer végül úgy döntött, elhagyja a helyszínt, de a követői nem akarták elengedni. Olyan volt az egész, mint az Oroszlán Királyban a jelenet, amikor az állatok leszaladnak a hegyről, mint egy állatkert, komoly tülekedés volt, mondta egy szemtanú. A rendőrség végül feloszlatta a tömeget, 65 embert állítottak elő, akik közül legalább 30-an fiatalkorúak voltak. Letartóztatták az influencert is, több bűncselekménnyel, köztük zendülésre való felbújtással vádolják.